Sziasztok sporttársak, üdvözöllek titeket a mai videóban. Ma mellezni, tricepszezni és válazni fogunk, és itt szeretném megragadni az alkalmat és válaszolni arra a gyakran feltett kérdésre, hogy miért ennyire üres az a terem, ahol a videóimat készítem, és szerintem erre már rájöttetek az intróból. Az általános bemelegítés már megvolt, és amit itt láthattok, az a gyakorlat specifikus bemelegítés, ami egy az egyben az a gyakorlat, amit végezni fogok, csak fokozatosan megyek fel a súllyal, és fokozatosan csökkentem az ismétlés számot. Ez azt jelenti, hogy 3-4 sorozatot szoktam végezni bemelegítésként, az utolsó bemelegítő sorozat az már félig meddig munkasorozatnak is számít. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 10-15 ismétlést csinálok először, aztán 5-6 ismétlést több súllyal, aztán 2 vagy 3 ismétlést, ami már majdnem a munkasorozatban használt súlyt jelenti. A 4 fő munkasorozatban 6 és 10 ismétlés közé lőttem be az ismétléstartományt, ez azt jelenti, hogy egyetlen egy ismétlést minden sorozat végén hagyok a tankban, nem égetem ki magam, mert hogyha az első sorozatban már bukásig mennék, akkor utána rohamosan csökkenne az ismétlés szám, amit el tudnék végezni. A pihenőket illetően ezeknél a nehezebb sorozatoknál mindig annyit pihenek, hogy sikerüljön elvégeznem a kitűzött munkát, annak nincsen értelme, hogy kevesebbet pihenjek, és utána ne sikerüljön elvégeznem azt, amit el kell, hogy végezzek ahhoz, hogy fejlődjek. És ha már a fekvenyomásról beszélünk, akkor megemlíteném a tempót, amit nagyon gyakran merül fel a fekvenyomással kapcsolatban, hogy mennyire érdemes lassan végezni a negatív szakaszokat, és itt ezen ponton kitérnék arra, hogy ez, amit most mondani fogok, az nem csak a fekvenyomásra igaz, hanem bármelyik másik gyakorlatra. Alapvetően a koncentrikus pozitív szakasz, amikor kinyomjuk a súlyt, az teljesen más, mint az excentrikus negatív szakasz, amikor beengedjük azt. Amikor kinyomjuk a súlyt, az egy aktív részvétel, egy aktív izommunka, viszont amikor beengedjük a súlyt, teljesen máshogy működnek az izmok, és egy teljesen más folyamatról van szó. Nem azt mondom, hogy az egyik nem hat a másikra, tehát az azt jelenti, hogy ha a negatív szakaszban erősödünk, akkor erősödünk a pozitív szakaszban is, és ez oda-vissza igaz. Viszont, hogyha belegondoltok abba, hogyha bicepsztesztek, és amikor felemelitek a súlyt, az egy aktív munka. Van egy bizonyos súly, amit meg tudtok emelni a bicepsetekkel, viszont annál a súlynál sokkal többet tudtok beengedni. Ez azt jelenti, hogy amikor a negatív szakaszban ellene dolgoztok a súlynak, akkor lehetséges, hogy akár 20-30-40 vagy 50%-kal több súlyt is tudtok használni. És a két folyamat azért is különbözik egymástól, mert amikor a bicepsetekkel leengeditek a súlyt, akkor azt nem a tricepsetek aktív munkájával éritek el, hanem egyszerűen elernyednek az izomrostok. És hogy miért is tértem ki erre az egészre? Azért, mert hogyha a pozitív és negatív szakaszt egy kalap alá vesszük, akkor szemmel látható, hogy a pozitív szakasz a gyenge láncszem. Ez azt jelenti, hogy a negatív szakaszban mindig sokkal erősebbek leszünk, mint a pozitív szakaszban, és ezért nem feltétlenül kell a negatív szakaszra koncentrálni. Viszont nagyon fontos, hogy a súlyt ne engedjük beesni. Nagyon gyakran látható fekvenyomásnál vagy guggolásnál, hogy bezuhan a delikvens a súllyal együtt, és utána nem tudja kinyomni, vagy félrenyom előre, hátra, vagy a torkára ejti a súlyt, és pont ezért fontos az, hogy a negatív szakasz csak annyira legyen lassú, hogy egy stabil, kezdő pozícióba tudjuk juttatni a súlyt, és onnan biztonságosan és minden erőnket a rúdra vagy a súlyra kifejtve tudjuk kinyomni a súlyt. És amit látjátok, a 4 fő fekvenyomás után végeztem 2 sorozatot bukásig, ez egy kis plusz munka és magasabb ismétlés számban. A fekvenyomást általában valamilyen válból nyomást szokta követni nálam, ezeket variálom. A legújabb kedvencem ez a gyakorlat, hasonló, mint az Arnold Press. Arra figyelek ennél a gyakorlatnál, hogy hátra és lehúzom a lapockáimat, és beengedem a súlyt, és amikor kinyomom a súlyt, akkor egy kicsikét rotálom a felkaromat, illetve a vállamat. Hogyha megnézitek, akkor ez egyrészt azért jó, mert edzem a vállamat, másfelől a mellem is kiveszi belőle a részét, illetve a mellemnek a felső szakasza vagy felső izomrostok. Azáltal, hogy teljesen hátra is lehúzom a lapockáimat, a mellizmom sokkal jobban megnyúlik, és amikor kinyomom a súlyt, a vállam rotálásával igyekszem a tapadási pontot közelebb hozni az eredési ponthoz. És azt mindig elfelejtem ennél a padnál, hogy lábbal neki kell dőlnöm a támlának, különben billegek, mint szarka a dögön. És a következő gyakorlat nem maradhat el, hogyha melledzésről van szó, imádok tárogatni, a kábeles tárogatás a kedvencem, én ezt preferálom, ugyanis itt az ellenállás állandó, míg hogyha súllyal végzitek a gyakorlatot, akkor a felső holdponton már igazából feszülés nincsen, ugyanis a gravitációs erő az izületeken és a csontokon megy keresztül. Imádom padon végezni ezt a gyakorlatot, ugyanis a vállaimat és a lapockáimat fel tudom fektetni a padra, és sokkal stabilabb pozíciót eredményez.
Oldalnézetből a vállaimat hátrahúzom, igyekszem a mellkasomat előtartani, és hogyha érzem, hogy fáradok, és automatikusan előre jönnek a vállaim, akkor hátrahúzom őket, és utána végzem a következő ismétlést. Hogyha minden egyes ismétlésnél előre jönnek a vállaitok, az jó jele arra, hogy csökkenteni kell a súlyt. Ez itt izolációs gyakorlat, és a mellett szeretnénk edzeni, úgyhogy tegyük is ezt, hogyha érezzük, hogy minden egyes ismétlésnél előre jönnek a vállak, akkor csökkentsünk a súlyon. Ezután szűknyomás következett, és itt szeretnék kitérni a fogás szélességre. A szűknyomás nem feltétlenül azt jelenti, hogy a kézfejeink egymás mellett vannak, hanem azt, hogy szűkebb a fogásunk, mint mondjuk a fekvenyomásnál. Ez nálam körülbelül vállszélességű fogást jelent, érdemes kísérleteznetek vele, hogy nektek mi a természetes és mi a legoptimálisabb, viszont a szűknyomás, amit az elején mutattam, amikor a kézfejetek egymás mellett vannak, nagyon megterheli a csuklót, tehát nem érdemes ebben a formában végezni. Amit megfigyelhettek oldalnézetből, hogy a rút sokkal feljebb van, mint a könyököm, mert ezáltal nagyobb a terhelés a tricepszemen. Én úgy vélem, hogy ennél a gyakorlatnál lényegesen kevesebb súlyt érdemes használni, és szimplán a technikára figyelni, mert az sokkal többet hoz hosszú távon. És hogyha megfigyelitek az edzésemet, akkor látjátok, hogy nagyon sok az átfedés a gyakorlatok között. Ez azt jelenti, hogy nyomásokat végzek, csak azt különbözik, hogy mell, triceps vagy váll dominánsak a gyakorlatok. Egyrészt ezzel időt tudok spórolni, mert az egyik gyakorlat a másiknak a bemelegítése, valamint többletmunkát tudok végezni minden egyes izommal. És hogyha megnézitek a nyomásokat, akkor ezek az izmok szinergistaként működnek, tehát segítik egymás munkáját, attól függően, hogy melyik izomra szeretnék jobban dolgozni, olyan gyakorlatot választok, vagy olyan technikával végzem, hogy ezt a célomat elérjem. Aztán egy kis izoláció következett tricepsre. Általában szoktam végezni egy nyomást tricepsre, amit itt láthatatok, szűk nyomást, illetve valamilyen fej fölött végzett triceps nyújtást. Kábelt imádom használni, az ellenállás miatt sokkal természetesebbnek érzem ezt a gyakorlatot, mint mondjuk súlyzókkal végezve, és az a jó, hogy még a felső holdponton sem tudom kiakasztani a karomat és a tricepsemet, mert ugyanúgy ellen kell dolgoznom, a súly ellen, a kötél ellen, és egyszerűen hihetetlenül jól meg tudja dolgoztatni a tricepset. És utolsó gyakorlatként oldalemelést végeztem. Oldalemelést egyébként nagyon gyakran szoktam végezni, nem csak heti kétszer, hanem akár háromszor, négyszer is meg szoktam edzeni, 4-5 sorozatban, 10-15 ismétléssel, és azt a trükköt szoktam használni, hogy nem engedem teljesen be a súlyt, hanem megállítom a mozdulatot azelőtt, hogy elernyedne az oldalsó deltám. Az, hogy a kisujjatok felfelé vagy lefelé néz, az tök mindegy, mert az alkarotokat függetlenül a felkarotok pozíciójától tudjátok rotálni, a felkar és a könyök pozíciója a fontos, és attól függően, hogy hogy áll a felső testetek a talajra, ellene kell dolgoznotok a gravitációnak. Ez azt jelenti, hogy forgathatjátok egy kicsikét felfelé, kicsikét lefelé a könyököt, éreznetek kell, hogy mi az a szög, ami nektek megfelelő. Az edzés résszel tehát meg is vagyunk, plusz egy kis extra felvételt is csináltam, és most, nem tudom, hogy látjátok-e, fókusz, 6 óra 44 van. És egyébként tök érdekes, amikor magyarul beszélek a teremben, akkor mindenki felkapja a fejét, nem csak azért, mert egy bazi nagy kamerával, meg egy szőrös mikrofonnal, meg nagy kijelzővel, meg egy bazi nagy tripoddal mászkálok, hanem azért, mert fura a nyelv. Valaki írt a kommentben, hogy a magyar nyelv az annyira különleges, hogy tündenyelvnek is lehet nevezni. Na mindegy, menjünk haza és együnk valamit. És amit látjátok, az edzés után étkezés már el is készült, amihez 600 g kínai zöldségkeveréket használtam, 2 darab tojást, egy fél avokádót, és egy konzervbabot, ami 250 g-nyi, és normális esetben van itthon mindig főtt bab, de jelen esetben nem volt. Ja, és a hagymát majdnem elfelejtettem. Ez itt szépen, dekoratívan, körberendezve, körbeölelve avokádóval, ez az Instagramra van, azt meg utána beporszívózom és barbárba elfogyasztom. Oh.
a mai vlog készítésének félútján jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha feldobnék egy sztorit Instagramon, és hogyha ezt a vlogot kérdezfelelekkel zárnánk. Úgyhogy most pár percben válaszolni fogok pár kérdésre, és azért is jó ötlet itt válaszolnom ezekre a kérdésekre, mert így megmarad, és ezt vissza tudjátok nézni, és így nem kell 30-szor ugyanazt a kérdést feltenni. Egyébként, hogyha nem követtek Instagramon, akkor tegyétek meg, mert posztolom az ételeimet, amiket eszem, illetve egyéb szösszeneteit az életemnek, gyakorlatokat, tippeket, valamint heti szinten tartunk ott is kérdezfeleleket, úgyhogy kövessetek, hogyha még nem tennétek. H.Ati 18 kérdezi, hány kilogramm voltál legtöbb tömegnövelés alatt? A legtöbb 97 kg voltam, ami az én 177 centimhez képest túl sok. Volt rajtam izom is, nem kevés, de nagyon sok zsír is. Zalán Csaba kérdezi, hogy ízületek fájdalmára, védelmére esetleg valami táplálékkiegészítő van-e, ami hasznos lehet? A legjobb és a legolcsóbb a nyújtás és a mobilizáció. Általában ezekkel meg lehet oldani nagyon sok sérülést, ízületi fájdalmat és kellemetlenséget, és esetleg még a kurkumát lehet alkalmazni, egyes gyulladást csökkentő teákat, vagy szimplán csak táplálékforrásokat. Nagyon sok növényi táplálékforrás van, ami ilyen esetben hasznos lehet. Egyébként ízületi fájdalmakkal kapcsolatban nagyon sokszor kapok tőletek is kérdéseket, meg a személyes ismeretségi körömben is, hogy XY termék jó-e, vagy XY hatóanyag jó-e, és azt látom majdnem minden esetben, hogy a nyújtás kimarad, és próbáljuk bizonyos hatóanyaggal gyorsan megoldani a problémát, nem fog menni. Hogyha nyújtotok, mobilizációs gyakorlatokat végeztek, az fog működni a legtöbbször, ezt így is úgy is végezni kell, és általában az ízületeitek rendben lesznek. Vajda Dénes kérdezi, hogy hányszor edzem egy héten? Heti 5-ször, 2 szigorú pihenő, illetve akkor, amikor van egy videó ötletem, és fel kell vennem az edzőteremben egy videót, akkor az félig meddig edzés vagy edzésecske. Nem annyira intenzív, mint hogyha kamera nélkül edzenék, ugyanis ott figyelni kell a szögre, beállításra, meg fel van írva egy papírra, hogy mik azok a mozdulatok, vagy gyakorlatok, vagy szögek, amiket fel kell vennem, tehát ott az inkább munka, mint sem edzés. Finta Szabolcs kérdezi, hogy mennyi időt szánok a melledzésére? Szabolcs, hogyha vannak intenzív sorozatok, ami azt jelenti, hogy sokkal több pihenőidőt kell tartanom, akkor talán olyan 45-50 perc, hogyha nincsenek és rövidebbek a pihenőidők, akkor körülbelül fél óra, viszont csak mellett edzeni nem szoktam, mellett általában tricepszel és vállal szoktam edzeni, tehát komplett push edzés, vagy mondjuk felsőtest edzés szoktam végezni, de akkor még rövidebb a melledzés. Én nem vagyok híve az egy izomra edzésnek, heti szinten kétszer szoktam minden izomra edzeni, és igyekszem 2-3 izmot kombinálni úgy, hogy az egyik gyakorlat már a másiknak a bemelegítése legyen, tehát értelemszerűen, hogyha mondjuk fekvenyomok, az már dolgozik várra és tricepsre, és ezáltal nem kell annyi időt szánnom rájuk. Fülöp Balázs, mit gondolsz a Fegyenc Edzés című könyvről, edzéstervről? Próbáltam, annak idején meg is vettem, és szerintem tök jó, tehát nekem anno nagyon tetszettek a saját testes gyakorlatok, az, hogy a koordinációmban nagyon sokat segített, tehát mondjuk a kézenállások és ezek a gyakorlatok. Maga a kreativitás tetszik benne. Amikor én elkezdtem edzeni, akkor nem tehettem meg, hogy edzőterembe járjak, sőt az első 4-5 évben nem tehettem meg, hogy edzőterembe járjak, így kreatívnak kellett lennem, és ez köszönt vissza ebben a könyvben, és ez nekem marhára tetszett. És egyébként lehet hasznosítani a súlyzós edzés terén is, én ezt észrevettem anno, amikor csináltam, hogy például fekvenyomásnál a vállam stabilitása sokkal jobb volt, és egyébként más ízületeknél, más gyakorlatoknál is észre lehet venni, úgyhogy összességében én jónak tartom. Én jónak tartok mindenféle sportot, minden mozgásformát, az a lényeg, hogy nektek jelentsen kihívást, és hogy okozzon örömet, mert hosszú távon azt a sportot fogjátok űzni, ami jól esik, és ami örömet okoz, és amiben kedveteket lelitek. Ez a természetjárással egybekötött kérdezfelelek jó ötletnek tűnt elsőre, de annyira hideg van, hogy kezdem nem érezni az ujjaimat, úgyhogy még két kérdés gyorsan, és elköszönünk egymástól. Göröncsér Arnold, szia! Mi lenne a kedvenc rossz nasit, hogyha nem lenne mától bueno? Olyan nincs, hogy nincs bueno. A bueno az evolúció kulcsa. Rögtön a leves után.
Egyébként nem tudom, annyira nem vagyok édes szájú, én inkább az ételeket szeretem, mint mondjuk a pizzát, tehát nem a süteményeket. Hogyha rögtön kéne választanom, akkor... Á, tudom, a Bounty lenne. Tombi Olivér, szia! Hol képzeled el magad 30 év múlva? 30 év múlva leszek 60 éves. Ez elég hosszú idő, tehát így konkrétan még nem tudom. Sokkal inkább rövidebb céljaim vannak, vagyis hát vannak hosszú távú céljaim, de azok homályosak, ugyanis 10 év múlva valószínűleg kicsikét másképp fogok gondolkodni, mások lesznek az élettapasztalataim, és a 10 évvel vagy 20 évvel öregebb Valentin az más konkrét célokat fog kitűzni. Viszont azt már most tudom, hogy szeretnék egy vagy több vállalkozást felépíteni a jövőben, és szeretnék valamit csinálni, ami jótékonykodással, illetve az emberek segítésével foglalkozik valamilyen formában, de ez fix, hogy ezt akarom csinálni a jövőben, viszont azt nem tudom, hogy ez konkrétan hogy fog megnyilvánulni. Viszont, hogyha rövidebb időintervallumokra tervezek, mondjuk ez évre, vagyis hát most már az év lassan véget ér, de mondjuk jövő évre, már ki vannak tűzve a céljaim, illetve a következő 2-3-5 éves időintervallumokra is, és ezeket egyébként mindig leírom egy naplóba, mert így emlékeztetem magam arra, hogy mik a céljaim, miket tűztem ki, és tök jó érzés pipálgatni, illetve olyan dolgokat elérni, vagy megvalósítani, amikről mondjuk még x évvel ezelőtt azt hitted, hogy mondjuk csak egy álom, vagy lehetetlen, és amikor ott vagy és visszanézed, visszalapozod, és elérted azt a valamit, azt a dolgot, azt a sikert, most ez lehetséges, hogy nagy dolog, vagy kis dolog, lehetséges, hogy ez most szakmai, vagy magánéleti siker, vagy akármilyen jellegű, ez egyszerűen jó érzés, úgyhogy én úgy vélem, hogy erre szükség van, hogyha ti nem vezettek mondjuk sikernaplót, vagy nem írjátok fel valahova a céljaitokat, akkor tegyétek meg mától, ugyanis nagyon sokat segít. Sporttársaim, köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a pár percet, bocsi a zajért, éppen most kezdtek el építkezni itt a szomszédban. Találkozunk legközelebb, addig is produktív napot és produktív hetet kívánok, sziasztok!